A Fussa rákgyógyításért elnevezésű akciót a Dél-Dunántúli Postás Ese indította el. Az évek során több mint 23 ezeren, összesen 21 millió forintot futottak össze a Pécsi Tudományegyetemhez köthető nőgyógyászati daganatos betegekért alapítvány javára. 2019 óta a PTS sportirodája szervezi a futást. Ez az ászlós hajónk, egyrészt szeretünk sok embert sportolni látni, másrészt pedig én azt gondolom, hogy nem ilyen buta kis panel az, hogy jónak lenni jó és segíteni jó. Az irodánk alapvetően egy ilyen mentalitású iroda, és borzasztóan örülök annak, hogy talán a legtöbb embert látjuk most itt együtt bemelegíteni, aztán majd futni a rákgyógyításért. A jótékony célú futóverseny kedvezményezettje 2019 óta az Eurakviló Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány, akik minden évben életmentő, életminőségjavító készülékeket vásárolnak a befolyt összegből. Az alapítvány daganatos gyermekek kezelésében segít. Pécsre évente 30-40 rákos megbetegedéssel újonnan diagnosztizált beteg fiatal kerül. A közös összefogás, egymás támogatása, ez vezet igazán eredményre. Ilyen egy kicsit a futás is, tehát ez egy önként vállalt kellemetlenség, ha nem kerget senki éppen. És így együtt, közösen sokkal könnyebb tenni valamit. És az alapítványnak is ez a célja. Több mint 2000-en csatlakoztak az akcióhoz idén. Családok, baráti társaságok együtt futottak, hogy segítsék a rászorulókat. Mi ketten jöttünk a lányommal, illetve a két kutyánkkal, és a taktikánk az az lesz, hogy lassabban, de minél tovább bírjuk a futást, én nem vagyok edzésben most. Az eseményen sportszervezetek is képviseltették magukat, a tagok együtt teljesítették a távot. A közös szakosztálytól érkeztünk egy körülbelül 9-en. Taktikánk az lesz, hogy szívvel, lélekkel észveszünk a futáson, és mint szoktunk, beleadunk mindent. A rajt 3 percen keresztül tartott, mire a mezőny vége elindult, az élboly már a táv felénél járt. A futókat a célegyenesben a vívó szakosztály sorfala fogadta.